Hálaadó szentmisével emlékeztek a Tihanyi Bencés apátság védőszentjére, Szent Ányosra november 17-én. A szentmisében Székely János szombathelyi megyés püspök diakónussá szentelte Czakó András testvért. Kedves András testvér, hálát adunk a te hivatásodért, mit megéreztél például Elemér atyának a hittanóráin, a kolostori imádság csendjében, itt a Tihanyi közösség családias légkörében. Mai napon azt kívánjuk, hogy ezt az első igent, amit valaha kimondtál, mondd ki újra teljes szívedből, örömmel. Ez az igen töltse be az egész életedet, zengje végig. Ne önmagadra építsd majd a szerzetesi papi életedet. Az Istennek szenteltség egy különleges, szeretett szövetség, amelynek a gyönge, gyarló tagja az ember, az erős láncszeme az Isten. Ő ráépítsd az életedet, az ő kegyelmére, jóságára. Minden nap ő felé nyisd meg a szívedet. Mai napon mondd ki az Úristennek, itt vagyok a te szolgálatodra. Egyet kértem az Úrtól, egy a vágyam, hogy az Úrházában lakhassam. Az életigéjét, amelyet megtapasztaltam, tapintottam, hirdethessem a testvéreimnek. Akarod-e szerkesztő szolgálatot a papirend segítségére és a keresztények javára alázatos szeretettel gyakorolni? Akarod. Az van előttem, hogy most ennek a diakonusi szolgálatnak milyen kihívása lesznek számomra. Hogy hogyan tudom ezt a diakonusi szolgálatot, az ige hirdetést, a szentség kiszolgáltatását megélni a saját életembe, és hogyan tudom ezzel szolgálni a tihanyi híveket, és azokat, akikhez küld az Isten. Hát ez egy nagyon hosszú út volt. Egyrészt plébánosomnak sokat köszönhetek. Kis László atya terelgetett arra, hogy menjek Pannonhalmára a Bencés gimnáziumba. És a Bencés gimnáziumba tanáraim, Bencés tanáraim életét látva, azt tapasztaltam, hogy az ő életük egy járható életút, egy olyan élet, ami Isten felé vezet, imádságos élet, szolgálattal teli élet, de egy nagyon szép járható életút Krisztussal Isten felé. Ez hívott engem arra elsősorban, hogy Isten keressem minden nap az életembe, és találtam meg a Tihanyi Bencés közösségbe. A tanulmányomat jelenleg Rómába folytatom, úgyhogy csak éppen hazaugrottam erre a diakonus szentelésre, de tegnap érkeztem, és hétfőn hajnalban már megyek vissza, mert kint tanulok monasztikus spirituális teológiát, és tulajdonképpen a diakonusi szolgálatom nagy részét azt Rómába fogom tölteni. Tehát a római bencés apátságban, ami a rendünknek a központja, már nagy izgalommal várnak, hogy munkára fogjanak a liturgiába. Tihany egy gyönyörű hely. A Balaton partján olvastam el 14 évesen a teljes Ószövetséget néhány hét alatt. Nagyon nagy élmény volt. Egyáltalán a helynek a csöndje, a szépsége megihleti mindazt, aki ide jön. Az egyházunknak nagyon nagy kincsei a szerzetesek. Én magam is ferences plébániára jártam gyerekként, aztán ferences gimnáziumba jártam. Később tanultam szaléziaknál, jezsuitáknál. Az egyházunknak a lelkiségében, bölcsességében olyan óriási kincseket hordoznak, amire az egész világnak szüksége van. Európa valaha ezekből a gyökerekből nőtt ki, és addig van jövője, amíg ezekből a gyökerekből tud táplálkozni. Szombathelyi Egyházmegyének az utóbbi években nagyon kevés papjelöltje volt. Ez egy nagy fájdalmunk, ahogy nagyon kevés gyermek is születik, nagyon ritka sajnos az igazán nagy család és keresztény családok, de éppen így ritka a papi hivatás is. Az utolsó nyáron viszont, pont ahogy oda kerültem, 5 új kispapunk is van, ami egy nagyon nagy ajándék. Hálát adok az Úristennek azért, hogy András testvérnek a szentelését végezhettem. A papszentelés mindig egy nagy ajándék, a szentelőnek is kicsit továbbadja azt a küldetést, hívást, megérintettséget, megpecsételtséget, amit mi magunk is átéltünk, amely minket is betölt.
András király 1055-ben alapította a monostort Szűz Mária és Szent Ányos püspök tiszteletére. Számunkra Szent Ányos ünnepe nagy ünnep, az úgynevezett patrocínium, a védőszent ünnepe. Mit jelent ez nekünk? Azt, hogy valamilyen egészen érdekes egyetemességnek vagyunk a részei. Hogyan kerül ide Pannóniába egy francia földről jövő védőszent? A legenda szerint Attila hunnyaival szemben az ő közbenjárására menekült meg Orleán városa. Tehát kicsit furcsa, ugye, hogyha mi valahogyan a hunokkal rokonságban vagyunk, akkor mi ellenünk védte meg Orleánt. Egészen másról van szó. Bölcs Jaroszláv egyik lánya, Anna francia királyné volt. András király felesége, Anasztázia, ugyancsak Bölcs Jaroszlávnak a lánya. Tehát alig, hanem rokoni kapcsolatok révén kerül ide ez a, ebben a régióban szinte teljesen ismeretlen védőszent. Fontos számunkra egyrészt az egyetemességnek a kifejezése, másrészt pedig annak a kifejezése, hogy valamiféle folytonosság van. Folytonosság vissza a múltba. Majdnem 1000 éve él a tihanyi apátság, és bizony rászorult az oltalomra mindig, hiszen újra és újra pusztításnak volt kitéve, de hála Isten az újrakezdésnek is lehettünk tanúi. Mi, a mostani tihanyi bencések is, akik egy 10 fős közösséget alkotunk, és 1994 decemberre óta élünk újra itt, közösségben. Tudja mindenki, hogy az apátság épületét államosították, múzeum volt benne. A templom továbbra is templomként működött, egyházmegyés lelkipásztorok hűségesen szolgálták itt az urat, de mégis nagy öröm volt, amikor először a plébániát vehettük át pásztori Walter atya 1990-ben, majd aztán szép lassan egy kis közösség kialakult itt. Diákonus szentelés abban a reményben, hogy a következő évben pappá szentelheti őt valaki, reményeink szerint Márfi Gyula érsek atya, ővele beszéltem már erről. A feladatainkhoz hozzátartozik mindenképpen a lelkipásztori munka, és hogy van diákonusunk, ez ennek a bizonyítéka, hogy igenis vállaljuk továbbra is a lelkipásztori munkát. Nem vagyunk idegen test a veszprémi főegyházmegyében, ugyanakkor valamilyen érdekes függetlenséget vagy önállóságot élvezünk. Nem vendégmunkásokként vagyunk itt jelen, hanem jelen vagyunk szándékaink szerint igazodási pontként, úgyhogy először nekünk kell igazodni. Szoktam mondani, hogy a régi templomokat nem akárhogyan építették, hanem a felkelő naphoz igazították. A felkelő nap a keresztény ember számára Krisztust jelenti. Nekünk, mindannyiunknak át kell szűrni magunkon ezt a fényt, ezt a, ma így is mondhatnánk, vannak teológusok, akik így fogalmaznak, ezt a megistenítő fényt. Diákonus szentelés közösségben, hívekkel, együtt, szerzetes testvérekkel, más bencés házakból, más szerzetes testvérekkel, például ciszterciekkel, illetve premontréiekkel, ezen az ünnepen, és minden alkalommal, amikor elkövetkezik Szent Ányos ünnepe, ezt az egységet tapasztaljuk meg, szívesen jönnek ide
szívesen vagyunk együtt, és merítünk erőt az Eukarisztiából, Jézus áldozatából. És azt kívánjuk mindenkinek, aki idejön és velünk együtt ünnepel, hogy találjon békességet. A szentmise befejező áldása előtt Korzenszky Richárd a Vajda Sámuel egykori tihanyi apátról elnevezett emlékéremmel tüntette ki Présingné Baracskai Erikát, az apátság titkárság vezetőjét, aki hálásan köszönte meg az elismerést.